Szia Márton, hello! Nem pillanatok be az önkényes mérvadó Radics Petis adásába? Ja, nem hiszem. Az a baj, hogy engem nagyon lehúz az életről Puzsér. Tehát én valahogy, valahogy nem tud érdekelni komolyan. Tehát így hallgatom, hallgatom, így jó, mondanak dolgokat, csak valahogy nem szórakoztató nekem. És nem tudom megfogni egyébként pontosan, hogy miért. Valahogy lehet, hogy a témaválasztás nem jött be kifejezetten, de nem tudom, néha hogy belekattingatok egyszer-egyszer a dolgaikba, de aj, nem tud lekötni sokáig az a helyzet. Csak azt tudom, hogy először is jöjjetek tübe, és mondjátok, ember vagyok az Isten itt neki! Nekem fontos az életem! Ezért most azt mondom, álljatok fel! Álljon fel mindenki a karosszékéből! Álljatok fel most rögtön! Menjetek az ablakhoz! Nyissátok ki, álljatok oda és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Mindannyian tudjuk, hogy a demokrácia egy haldokló óriás, egy rossz-rossz halódó széteső politikai fogalom, mely immár az utolsókat rúgja. Mert ez már nem az önálló, független emberek nemzete, hanem olyan, ahol 200-valahány millió tranzisztorizált, dezodorizált, hófehérre fehérített, acélos testű ember él, akikre emberekként nincs szükség, és bármelyik pótolható bármelyikkel. Tökéletesen elfogadható okoskodás volt, amit Puzsér Róbert az elkövetkező napokban kifejtett, de ugyanakkor nagyon nyomasztó. Senki sem hallgatta szívesen, hogy az élete teljesen értéktelen. A Puzsér Róbert műsor nézettsége egy egész pontot esett. Tetszésindexe pedig 48 alá zuhant az elmúlt november óta először.